Svako odlaganje odluke o datumu može da ima katastrofalne posljedice po našu zemlju i opšte po budućnost Srbije. Szerbiának létfontosságú, hogy mi hamarabb megkapja a csatlakozási tárgyalások megkezdésének időpontját, mert annak elhalasztása katasztrofális következményekkel járna, jelezte Ivica Dačić. A szerb miniszterelnök Guido Westerwelle német külügyminiszter látogatását bátorításnak és támogatásnak tekinti. Érkezése a szerb államvezetés erőfeszítéseinek az elismerését jelenti. Kedden Brüsszelben folytatódik a párbeszéd Pristinával. Belgrád mindent megtesz annak érdekében, hogy a megállapodás a gyakorlatban is megvalósuljon. Ez egy lényeges feltétele a dátum kiírásának. Očekujem da toga bude svesna i Priština i očekujem i da će i Europska unija, odnosno Catherine Ashton, naložiti maksimum napora da taj plan implementacije bude obostrano prihvatljiv, bez nametanja nekih novih pitanja koja nisu bila deo sporazuma. Guido Westerwelle német külügyminiszter szeretné a Bundestagnak azt javasolni, hogy Szerbia csatlakozása mellett foglaljon állást, amennyiben az ország kézzelfogható eredményeket mutat fel a brüsszeli megállapodás gyakorlati alkalmazását illetően. Die Vereinbarung vom 19. April, sie kann mit Fug und Recht als historisch bezeichnet werden. Jetzt geht es aus unserer Sicht darum, dass auch eine Implementierungsvereinbarung gefunden wird und dass die ersten greifbaren Umsetzungsschritte auch stattfinden. Szerbiának az a célja, hogy megoldja a problémákat Koszovóval, és előrelépjen az Európai Unió felé vezető úton, de nem ígér olyat, amit nem tud betartani, mondta Tomislav Nikolić szerb államfő, Guido Westerwelle német külügyminiszternek Belgrádban. Szerbia nem azt kívánja elérni, hogy Európa eltartsa, hanem befektetőkre van szüksége, hogy minél több munkahelyet biztosítson állampolgárainak. Ezért fontos a csatlakozási tárgyalások megkezdése az Európai Unióval, emelte ki Nikolić.